A közelmúltban egy stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség és a térképet kifejlesztő két cég. Céljuk egy országos napenergia hálózat létrehozása. Ezzel jelentősen megkönnyítik azoknak a dolgát, akik napelemek felszereltetésén gondolkodnak. Amennyiben kikeresi azt a épületet, aminek a címét ismeri, vagy találomra kiválaszt egyet és rákattint, akkor meg fog kapni két további adatot, számolatot. Az egyik egy kilovattóra érték, amit azon a tetőn potenciálisan a nap ide küld, a másik pedig a jelenlegi piaci árakon kiszámolt energiának az értéke. De nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ez egy tájékoztató adat. Tehát nem ne várja senki, hogy pontosan annyi kilowattóra fog az ő villanyóráján majd át áramlani, annyi fog, amennyit napelemet felszerel, és ebből kihasznál ebből a potenciából, ez egy potenciál érték. Ez egy fontos és szükséges térinformatikai rendszer, hangsúlyozta Bali Zoltán, az alpolgármester emlékeztetett, az elmúlt időszak történései, az energiaválság és a gazdasági nehézségek megmutatták, hogy nem mindegy miként gazdálkodunk az energiával az alternatív energiaforrásokkal tudunk ellenálló képesebbek lenni, jelen esetben napelem telepítéssel. Ez egy ingyenes szolgáltatás, ami most már gyakorlatilag teljes egészében Zalegerszeg területéről információt tud nyújtani mind a vállalkozások, mind pedig a lakosok számára, hogy az adott területen, az adott épületre, nagyjából becslés szerint hány négyzetméternyi felületen, mégis mennyi kilowattóra megtermelt áramot lehet napelemmel előállítani, és egy becslés alapján egyébként az éves megtakarítás is kilátszám. Ez a jövőben akár energiaközösségek kialakítására is alkalmas adatrendszerként működhet, felmerült, hogy az első ilyet a járműipari tesztpályára betelepült cégek alakítanák ki.